Kedves nézőink, annyira örülök, ha egy-egy meghívott vendég szinte már az önök barátja is lesz. Így vagyunk Pető Csillával. Nagyon-nagyon sokan kérdezik, kérik, köszönik a vele való beszélgetéseket, és most olyan hét lenne, hogy ő jönne hozzánk, de sajnos ez a hét a konferenciák hete, őnek is más elfoglaltsága van, viszont úgyis mindig kérik az első beszélgetést, amiben kulcsot adtunk az egészséges élethez, úgyhogy következzen most ez a beszélgetés ismételve. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Pető Csillát. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Ritkán ülök olyan emberrel szembe, akiről elmondhatjuk, hogy már születéskor egy kicsit más volt, mint a többiek, különleges tulajdonsággal rendelkezett, és valahogy ez a másság az egész életében megmaradt, csak később már tudta, hogy ezt mire lehet fordítani. Tehát, kedves Csilla, kezdjük az elején. Hogyan is volt ez? Hát érdekes a dátum is, amikor születtem, ugye már január 1-én születtem, és akkor ilyenkor mindenki mondja, hogy hát nekem milyen jó, és mindig szoktam mondani, hogy ez a lehetőség másoknak is fennáll, csak kevesen élnek vele. Tényleg sokkal-sokkal később tudatosodott bennem, hogy vannak olyan képességeim, amik nekem nem voltak különlegesek, mert ugye, hogyha valaki tud táncolni, akkor abban nem érez semmi extrát, hogy táncol. Viszont a többieknek lehet, hogy ez ilyen különleges dolog. És nagyon sokszor láttam előre dolgokat az életemből, vagy mások életéből, és akkor először így, hát ez tök jó, és akkor utána ez így is történt. És hát később, aztán jóval később egy asztrológussal beszélgettünk, és azt mondta, hogy médiumi képességeim vannak, és hogy ezek azért voltak már akkor is, mert hogy már ez akkor is rendelkezésemre áll. Tehát nagyon... ez a születés határozta meg, a születés időpontja? Igen, a születés időpontja, igen, az ugye mindenkinek nagyjából meghatározza azért az életét, hogy milyen csillagkép alatt születik, és hát nagyon érdekes, amikor az ember betekint ebbe a világba, és ugye mindenkinek van egy nagyon, nagyon finom belső iránytűje, ami mindig jelez, csak annyira kifelé figyelünk a külvilágba, hogy nem vesszük észre ezeket a belső jelzéseket, de én most már nagyon régóta figyelem ezt, és annyira tiszta jelzéseket ad. Tehát nem kell hozzá semmi más, csak a belső csendbe befelé figyelni, és akkor mindig jön a jelzés bentről. Hát gondolom, ez eleve egy másfajta életet jelent, mert amikor az ember rájön, hogy ő neki tulajdonságai vannak, de akkor eldöntheti, hogy ezt mire akarja majd használni, hogy tanul-e hozzá, vagy éppen elsöpri, mert hát nem is olyan fontos, vagy akár rájön, hogy ez egy áldás. Hát én azt gondolom, hogy ez tényleg áldás, és kaptam még emellé egy nagyon fantasztikus dolgot, hogy írok, és az írásaimat is általában képekben kapok. Tehát volt olyan, hogy elmentem a Margit-szigetre futni, és aztán képekbe jött egy fantasztikus írás, aminek az lett a cím, hogy az élet a lélek tánca, és egy kicsit másképp mesélem el az életünket, tehát táncba, ritmusba, dallamokba, és... hát ezt azért nagyon sok hibát el kellett követnem nekem is az életembe, hogy tanuljak és tapasztaljak belőlük, de ez nagyon jó volt, mert ugye ez mindig a nehézségek által lehet nagyon jól fejlődni. És aztán egy idő után elkezdtem foglalkozni azzal, hogy miért is vagyunk itt, kik vagyunk mi, hogy működünk, hogy működik a testünk, és egy darabig nagyon sok civil szakmát kipróbáltam, tehát azt szoktam mindenkinek mondani, hogy én polipképzőbe jártam, mert sok helyen dolgoztam, sok emberrel találkoztam, de nagyon jó tanulópálya volt, és aztán 2003 óta, azóta az emberi lélekkel, az emberi testtel, és ezeknek az összefüggéseivel kezdtem el foglalkozni, és hát nagyon sokat segít azért az, hogy az embernek van egy ilyen képessége. Akkor, amikor ezt így megtudják az emberek, akkor általában igyekeznek mindenkit így felemelni egy ilyen jó magas piedesztára, de én azt gondolom, hogy az alázat és az, hogy az ember meg tudjon maradni emberként, az a legfontosabb. Engem mindig foglalkoztatott az, hogy ezek a különleges képességek vajon meddig maradnak meg egy-egy embernél, és most jó alkalom adódik, Csilla, hogy még mindig jönnek információk? Jönnek információk, és... Hogy meddig marad meg egy emberbe, én azt gondolom, hogy egészen addig még ezt alázattal és szerénységgel tudja kezelni. Hát egy kicsit megismertük Csillát, viszont
azt mondtam, hogy valami újdonságról fogunk beszélni. És elhangzott egy szó, Bowe. Hát én azt hiszem, hogy talán akik bicikliznek, vagy műszakilag jártasak, talán a Bowden még azt mondja, hogy annak van valami értelme, de hogy vajon a Bowden mit takar? Egyáltalán mi ez? Erre lennénk kíváncsiak, mert állítólag az egészségünkhöz van kapcsolata. Így van. A Bowen technika az egy manuális technika, és Ausztráliából származik. Tom Bowen volt az apja ennek a technikának, és én 3 éve kerültem ezzel kapcsolatba, méghozzá úgy, hogy meghúzódott a lábam. És nagyon kétségbe estem, mert mire hazaértem, nem tudtam mozgatni, és hát mondom, úristen, most mi lesz velem? És felhívtam az egyik barátnőmet, aki közölte, hogy hát menjek el orvoshoz. Hát mondtam, valami jobb megoldást szeretnék erre. És mondja, hogy hát menjek el Bowenre. Na jó, mondom neki, én nem tudom mi ez, de mondom, valamit csináljunk. És pont itt volt Magyarországon, ugye véletlenül, az a férfi, aki ezt itt oktatja. És hát elmentem hozzá. Amikor elindultam, akkor már egy kicsit ilyen viccesnek tűnt, hogy én most ilyen problémával este későn megyek valakihez. És így rám nézett a férfi, és azt mondta, hogy hát meghúzódott az abduktorod. Hát, de nekem ilyen kínai volt, igen, hogy jó, hát mondtam, hogy biztos neki igaza van. És 20 perc múlva nem fájt a lábam, nem volt semmi bajom. És mondtam, ott ültem így vele szembe, és mondtam neki, hogy te Gyuri, én nem tudom mi ez, de én ezt meg fogom tanulni. És azt mondja, hogy hát ne viccelj, hát még senki nem döntött ilyen gyorsan. De hát mondtam, nem is találkoztál még velem, tehát másoktól nem hallhattad ezt. Mondta, hogy menjek haza, nézzem meg a honlapot, és pont 2 hét múlva indult egy tanfolyam, de a tanfolyamokról azt kell tudni, hogy egyébként fél évente indulnak. Tehát és mindenben úgy jött össze, mintha megrendelted volna. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a lábamnak csak azért kellett meghúzódni, hogy megtaláljam ezt a módszert, és hát mondhatom, hogy ez nekem egy ilyen nagy szerelem az életemben, tehát fantasztikus, elkezdtem a tanfolyamot 2 hét múlva, 2 hónap múlva én lettem a magyarországi tanfolyam szervező, és azóta, ami Magyarországon volt tanfolyam, én mindent elvégeztem, letettem a haladó vizsgát 1,5 év után, és hát töretlen hittel és csodálattal csinálom ezt az egész módszert, és az emberi test megismerése egy teljesen más aspektusból, mint ahogy szemlélik a nyugati orvoslás, ez a holisztikus szemléletmód, hogy mennyi minden összefügg mindennel, és hogy az elején tényleg, amikor jöttek hozzám problémákkal, akkor én is úgy éreztem, hogy a csoda megtörténik minden nap, és egyik ámulatból estem a másikba, de mondjuk most nagyon aranyos volt nemrég egy sportoló fiatalember, akinek megoldottuk a problémáját, és jött hozzám reggel az úszodába, mert én minden reggel úszok, és azt mondja, te gondoltad, hogy ez lesz a végeredmény? Hát mondom, igen, én tudtam, mondom, de örülök neki, hogy neked ez ilyen élmény, és hát neki is megoldódott az, ami miatt megkeresett. Hát Tom Bowenről azt kell tudni egyébként, hogy ő a kezével látott. Tehát ő neki olyan isteni, ő egy zseni volt, és volt olyan, aki bement hozzá a rendelőbe, és közölte vele, hogy asszonyom, ön terhes. És egy angol szász nő volt, és mondta, hogy na de Mr. Bowen, én nem lehetek terhes. És hát mondta neki, hogy nem baj, ikrei lesznek, és 7 hónap múlva megszülettek az ikrek. Tehát fantasztikus képességei voltak, és ő autodidakta módon megfigyelte az embereket, és összeállította ezt a technikát, de olyan összefüggéseket vett észre, hogy tényleg, tehát minél inkább tanuljuk és mélyedünk bele abba az egészbe, annál inkább érzi az ember, hogy mennyire nem tudunk semmit, de ezzel a jelenlegi tudással is nagyon-nagyon nagy csodákat lehet csinálni. Hát én azt hiszem, hogy mi, akik ugye már elég régóta találkozunk így a képernyőn keresztül, a test, lélek, szellem harmóniájáról sokszor hallottunk. Itt megint csak az igazolódik be, hogy nem lehet semmit önmagában nézni. Ezzel együtt most én kíváncsi lennék, hogy azért mi volt az az abduktor, vagy ahogy te mondtad, és hogy egyáltalán ez a Bowen akkor tulajdonképpen mit takar? Az abduktor az a combközelítő izom volt, és tulajdonképpen a Bowennel, ami történik, ugye ez egy kötőszöveti manuális technika. Ezt tudom, hogy nagyon szépen hangzik. Annyi történik, ugye a kötőszövet beborít bennünket mindenhol, és ahogy ön is mondta, test, szellem, lélek, tehát hogyha valakinek bármilyen problémája kialakul, ugye most a spirituális, ezoterikus úton, meg a keleti dolgokkal mindenki először a lélek kezd el foglalkozni, mert ugye a legtöbb betegség onnan indul el, viszont a kötőszövetnek nincs lelke.
És hogyha sokáig, igen, ezt azt mondta Bowen oktatom, a kötőszövet egy lelketlen dög, és hogyha sokáig fennáll egy feszültség, tehát egy rossz tartás, vagy ugye nagyon kevés folyadékot iszunk, és nagyon keveset mozgunk, és ebből kialakulnak olyan feszültségek a testben, amíg nem jön oda valaki, és nem igazítja meg, addig az úgy marad. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogyha mondjuk ez egy pamut ruha, és ha sokáig fölakasztom válfára, akkor egy idő után olyan helye meg fog látszani, amíg oda nem megy valaki, és vagy nem vasalja ki, vagy nem húzogatja ki azt, hogy ott megszűnjön. Tehát így kell ezt elképzelni. Ha valaki a monitornál sokáig ilyen vagy másik pozícióba ül, mondjuk heteken, hónapokon, éveken keresztül nem mozog, akkor a kötőszövet felveszi ezt a tartást. És egy idő után azt teszem csak észre, hogy beszűkült a mozgástere a nyakamnak mondjuk, és akkor eljön egy Bowen alkalmazóhoz, és a Bowen alkalmazó pici finom mozdulatokkal feloldja, és megszűnik ez a probléma. Mi nem gyógyítunk, nem diagnosztizálunk, mi csak a szervezetnek az öngyógyító folyamatait segítjük ezzel a nagyon finom módszerrel. Egyébként ez egy kézi módszer? Ez egy kézi módszer, és ami még a különlegessége, hogy ez egy minimalista módszer, ami azt jelenti, hogy egy-egy kezelés során nagyon kevés fogás történik, mert az egyéb manuális technikáknál masszázs, fizioterápia mindig túlstimulálják a testet. Uh-huh. És ez olyan, mintha a számítógépre megpróbálnánk egyszerre 50 programot feltölteni, egy darabig veszi az információt, és utána lefagy a rendszer. A test egy nagyon szenzitív rendszer. És hogyha picit finoman figyelmeztetjük, hogy új program van, valamit másképp kell csinálni, akkor nagyon gyorsan tud reagálni. És mindig hagyunk pihenőidőt a fogások között, hogy az agy be tudja integrálni ezt az információt. És utána elküldjük neki a következőt. És ennek hatására valami fantasztikus, hogy milyen változások tudnak elindulni. És ami még nagyon fontos, hogy nem avatkozunk bele a szervezet biokémiájába, csak támogatjuk a folyamatokat, és ezekkel a mozdulatokkal a test különböző receptoraival tudunk kommunikálni, és minden Bowen alkalmazó, aki ezt a módszert tanulja és csinálja, az tudja azt, hogy milyen erősséggel, milyen receptorokat lehet megszólítani, tehát beszélgetünk a testtel, figyeljük a test jelzéseit, és tényleg olyan érdekes gyakorlatokat szoktunk csinálni tanfolyamokon, és nagyon sok területen tudunk nagyon hatékonyan segíteni az embereknek. Na most akkor nézzük meg ezeket a területeket, hogy mire is jó, mit lehet vele kezelni? Hát mindent. Minden. Tudom, amikor azt mondják, hogy mindent, ugye az olyan furcsán hangzik, de tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy az egész egy nagy egység, tehát nincs külön térdem, nincs külön vállam, mert csináltunk olyan kísérletet, hogy valakit lefektettünk a földre, egy jó termetű fiatalembert, és másik kollégám mondta, hogy tartson ellent a lábának, és így megpróbált összenyomni a lábát, nem tudta. És utána generáltunk egy feszültséget a kis ujjába. És utána, mint a harmonika, össze lehetett nyomni a lábát. Azért, mert bárhol, hogyha a testben feszültség van, vagy fájdalom, akkor az egész rendszere kihatással van. De hogyha hogy érintsünk pár területet, meddőségnél lehet használni, agyvérzést, ezt rókos rehabilitációban. Volt olyan hölgy nálam, aki bejött teljesen merev lábbal, és pár mozdulat után magas térdemeléssel tudott kimenni a helyiségből. És tulajdonképpen nem is nagyon tudok más módszert, amivel nem. De, maga például, a gyógytornát szokták még igen, alkalmazni. Ödé, tehát a sztrókosoknál, hogyha valakinek ödémás ugye az egyik oldala, a sérült oldala, nagyon finom, pici mozdulatokkal itt az egész nyirokkeringést meg lehet indítani a készfejen, és volt olyan, akinek másnapra 3 centivel lett vékonyabb a karja, ahogy távozott a nyirokrendszeren keresztül a folyadék. A kezelések során egyébként ilyen nagyon jó ellazulós állapotba kerül mindenki, paraszimpatikus idegrendszeri túlsúly keletkezik, és ebbe tud legjobban gyógyulni a szervezet. De volt olyan, akinek a bénult arcát, azt két kezeléssel teljesen meg lehetett kezelni, tehát úgy, hogy rendbe jött. Hát végül szó szerint a kézzel igen. dolgoznak. Aztán, ami nekem még ilyen nagyon nagy csoda volt, az, hogy volt egy hölgy, 36 évesen ki akarták pakolni, 15 éve fennálló menstruációs probléma miatt, és neki is pár kezelés után megszűnt a problémája, és elmaradt a műtét. Tehát egy hatékony módszerről beszélünk? Nagyon tehát, hatékony módszer.
Igen. Konkrét fájdalomra is lehet használni? Konkrét. Vagy? Tehát most volt nemrégiben nálam egy 23 éves fiatalember, neki lumbágója van, és alig tudott bejönni. Fölfeküdt az ágyra, és úgy ment ki, hogy nem volt fájdalma. Kedves nézőim! Ennyi fért már a adásunkba, köszönöm a figyelmüket, bármilyen kérdésük van, hívják a műsor telefonszámát 0620 9 340 330, és várom Önöket jövő héten új műsorral, új témákkal.